Vallasi csipkét az egész föld műértő világa megcsodálta, s elragadtatással beszéltek, írtak szépségéről, a pókhálószerű finomságáról, áradoztak a motívumok nagyszerűségeiről, arról a gazdagságról, amiben ez a remek művészi szépség a többi híres csipkealkotások fölébe került. Ugyanakkor a halasi ember azon csodálkozik, hogy azon a csipkén csodálkoznak, amit Markovics Mária alkotott, aki szegény, cselepező iparosnak az egyszerű leánya, akinek mi ismerjük apját, anyját, testvéreit. A halasi ember világhírű csipkét nem értékeli, amihez valóban nincs köze. Az a csipke nem a lelkéből fakadt, s nem a vágy összövi meg benne, nem a lelke gazdagságát tükrözi vissza, mint az ormánság fehér ruházata, a sárkos színei, a kalotaszek szőttesei, melyek mind ősi álmok, vágyak világának testesülése, vagy a rájuk való tiszta emlékezés. Amikor Názáretben Krisztus tanított, s az evangélium fölsége a hajnali színek bíborában megjelent, Názáret népe is éppen úgy csodálkozott, mint a halasi ember csipkéje világhírének. Ez a maz ácsmesternek a fia, akinek mi ismerjük apját, anyját és testvéreit. S éppen ismeretük gátolja őket a csodálkozásban. A testi ismeretek által útját annak, hogy lelkükben fölfigyeljenek. A csipke alkotó művésze többször panaszkodott nekem a nagy közöny s részvétlenség miatt, mert annyira halasi volt szegény, hogy a világban elért sikerek nem bírták enyhíteni sértő szavakkal fölmart sebeit, s nem enyhített fájdalmán királyok, hírességek bámulatának tudtára adása sem, mert földi vágyai, álmai, halas úri világának körén túl nem hatolt. Ez a fájdalom mindenki sorsa, aki a földi létben él csupán, s a föld határán túlra nem tekint. Mert itt a költészet, művészet, s minden, mi ihletésből fakad. Az inspiráció hatalmát nem értő ember szemében nem több, mint az erdők szarvasa szemében feszült pókhálók remek alkotmánya, amit agancsaival, ezrével tép széllyel, s még csak nem is érzi, hogy szálakat szakadott. Názáret népének ítélete nem csak a halasi nép véleményével egyező, de minden időkben úgy élt, s ítél az ember, hogy azt, ki közüle való, csak emberségében méri meg, de a belső elhivatást, a rátelepült lángot már nem értheti. Hogy azt értse, neki is lángolnia kell. De az emberi szándék műve, hanem a kegyelem ajándéka lehet egyedül. Mindenki szenved, aki emberek véleményére, ítéletére, dicséretére vágyik, s élete értelmét abban látja csupán, hogy azok bámulják művét, művészetét, mert azzal a föld szennyéhez tapad, s annak infekciója mérgezi bensejét. Boldog csak az lehet, aki minden művével, művészetével Isten tetszésére törekszik, mert az belsejében meghallja, megérti a megnyugtató jóváhagyást, amit a talentumokat jól forgató szolga kapott. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A húzam után hallgasson
bocsánat meg két verset, az 1925-ben született, sajnos kevéssé ismert harasi költőtől, Kannás Alajostól, aki nyugati emigrációban töltötte életét, és 1999-ben Los Angelesben hunyt el. A verseket Nagy Lilia Nóra és Tóth Elizabeth.